Mesut Özil az őtért támadások után bejelentette, nem lép többé pályára a német válogatottban. A hírek szerint megváltozott Neymar érintetetlen státusza a Paris Saint-Germainnél, és előbb értékesítenék őt, mint Mbappét. Nézd meg videómat, hogy ne maradj le a foci világ legújabb és legérdekesebb történéseiről. Vásárold meg akciós áron kedvenc klubcsapatod vagy válogatottad mezét a Tikitaka TV támogatójának számító MessPro oldaláról. 13 000 forint fölötti vásárlás esetén pedig használd a Tikitaka kuponkódot, ami a végösszegből további 2000 forintos árengedmény biztosít számodra. A legújabb magyar és külföldi foci hírekért látogass el a Tikitaka TV partner oldalára a csakfoci.hu-ra. Keresd őket Instagramon is. A Nemzetközi Sportdöntő Bíróság elfogadta az AC Milan fellebbezését, így az olasz klub elindulhat az Európa Liga idei kiírásában. A milánói klub elöljáróinak meghallgatására csütörtökön került sor a Sportdöntő Bíróság svájci székhelyén, amely majdnem hogy egy teljes napon át tartott, és péntek délben már meg is született a döntés. A szervezet a Milánnak adott igazat, és semmissé tette az UEFA júniusi határozatát, amelyben kizárta a milánói klubot az Európa Liga soron következő 2018-2019-es idényéből. Mint ismert, az Európai Labdarúgó Szövetség amiatt büntette meg az olasz egyesületet, mert az megsértette a pénzügyi fair play szabályokat, de ezen kívül a klub anyagi hátterét is túlságosan instabilnak ítélte meg. Ugyanis az AC Milánt tavaly megvásároló kínai Ling Yongkong a július 6-ai határidőig nem volt képes visszafizetni a több mint 300 millió eurós hiteltartozását, amely miatt időközben a klubot is elveszítette. Így a Piros-Fekete Egyesület tulajdonjoga a hitelt biztosító amerikai illetőségű Elliott Management nevű befektetési alap kezébe került. A milánóiak a kizárás után természetesen jelezték, fellebbeznek a döntés ellen, és a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordulnak jogorvoslatért, amely múlt hét csütörtökre tűzte ki a tárgyalás napját, amelyen már a klub új tulajdonosának képviselői vettek részt. Az olaszok többek között azt kifogásolták, hogy a Manchester City, a Paris Saint-Germain és az Inter is hasonló vétséget követett el a közelmúltban, ám egyik csapat sem kapott olyan súlyos büntetést, mint ők. A Sportdöntőbíróság végül elfogadta a Milán fellebbezését, és döntését azzal indokolta, hogy bár a klub valóban megsértette a pénzügyi fair play-re vonatkozó előírásokat, de az UEFA büntetése aránytalanul kemény volt. De a kedvező ítélet megszületésében annak is nagy szerepe volt, hogy a Milán megszabadult a kínai tulajdonosától, és a helyére lépő Elliott garantálni tudta a klub hosszú távú stabil anyagi helyzetét. Így a legutóbbi olasz bajnokság 6. helyezettje elindult az Európa Ligában, amely amiatt is volt létfontosságú, mert az elmúlt időszakban egyre több olyan hír látott napvilágot, hogy ennek hiányában több kulcsjátékosa, Bonucci, Suso és Donnarumma is távozhat a csapattól. Az AC Milán egyébként szombaton közgyűlést tartott, amely során leváltották a korábbi kínai tulajdonoshoz köthető tisztviselőket, az együttes új elnökének pedig Paolo Scaronit választották meg. Spanyolországi értesülések szerint a Real Madrid korábbi trénere Zinedine Zidane követi egykori játékosát Cristiano Ronaldót, és hamarosan ő is a Juventusnál vállalhat munkát. Mint emlékezhetünk, a francia edző még június elején állt fel a királyi gárda kispadjáról, mindössze néhány nappal csapat a Bajnokok Ligája sikere után. Zidane akkor úgy nyilatkozott, hogy bár a közeljövőben nem tervez edzői munkát vállalni, de ez nem jelenti azt, hogy végleg hátat fordít a futballvilágnak. A Real Madriddal 3 Bajnokok Ligája címet is nyerő 46 éves szakember hosszabb pihenőt tervezett magának, de a Juventus megkeresése mindent megváltoztathat. A torinói klub elnökségéhez közel álló források azt állítják, Zidane igazgatósági tanácsadónak fogják kinevezni, és első számú feladata Fabio Paratici sportigazgató munkájának segítése lesz. Zizou, aki egyébként játékosként 5 idényen keresztül szolgálta az öreg hölgyet, állítólag hosszas tárgyalásokat folytatott a Juventusszal, és erős kétségei voltak azzal kapcsolatban, hogy igent mondjon-e a felkérésre. De amikor kiderült, hogy Cristiano Ronaldo a Bianconerinél folytatja pályafutását, nem habozott tovább és elfogadta az ajánlatot.
Az olasz bajnoki címvédőnél úgy tervezték, hogy Zidane már a portugál sztár bemutatásakor is jelen lesz. De végül úgy döntöttek, a francia tréner csak októberben kezdi meg munkáját a klubnál. Olaszországban egyéb iránt úgy tudják, hogy ezzel egy időben Luka Zidane, Zinedine Zidane fia is a Juventushoz kerülhet. A 20 esztendős játékos az elmúlt szezonban a Real Madrid harmadik számú kapusának számított, de André Lunin és Thibaut Courtois érkezése után aligha lesz maradása a blankóknál. Minden esetre időközben a Juventus együttese cáfolta a híreszteléseket, külön kiemelve azt is, hogy a sportigazgatói helyettes szerepkört jelenleg Pavel Nedved tölti be, és ezen a poszton nem is várható változás a klubnál. Korábban egyébként olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Zidane évi 50 millió euróért a 2022-es VB házigazdájának Katarnak a szövetségi kapitánya lesz. Mesut Özil, a Nacional F török származású középpályása vasárnap közösségi oldalán bejelentette, hogy az elmúlt időszak történései miatt lemondja a válogatottságot. Az Arsenal 29 éves középpályását a gyenge világbajnoki szereplés miatt bűnbaknak kiáltották ki Németországban, miután a címvédő egy győzelemmel és két vereséggel az F csoport utolsó helyén végzett, így szégyenszemre idejekorán búcsúzni kényszerült a tornától. Igaz, aligha a nemzeti csapat gyenge szereplése játszotta a főszerepet döntése meghozatalában. Az okokat inkább abban a három részes közleményben kell keresni, amelyet Özil vasárnap a közösségi médián tett közzé. Az elsőben reagált arra, hogy miért találkozott májusban Londonban a török elnökkel Recep Tayyip Erdogannal. Elmondása szerint ez nem a politikáról vagy a török választásokról szólt, hanem arról, hogy tiszteli a legmagasabb tisztséget a családja országában. Özil úgy véli, ha nem találkozott volna az elnökkel, az nagy tiszteletlenség lett volna részéről a felmenőivel szemben, akikről biztosan tudja, büszkék lennének rá amiatt, hogy hova jutott. A másodikban a német média képmutatásáról írt, illetve arról, hogy a szövetség és néhány szponzor magára hagyta. Özil elmondta, az ominózus kép elkészülte után több támogatója is elfordult tőle a médiától való félelem miatt. Itt egyébként külön köszönetet mondott azoknak a cégeknek, akik a botrányban is kitartottak mellette. Özil ugyanakkor legkeményebben a Német Labdarúgó Szövetség elnökét Reinhard Grindert bírálta, aki állítása szerint arra használta fel az ügyet, hogy a saját politikai nézeteit terjessze. A játékos úgy véli, Grindel és a drukkerek szemében csak akkor számít németnek, ha nyer a válogatott, ha viszont kikap, akkor bevándorlónak nevezik. A harmadik levélben pedig úgy fogalmazott, nehéz szívvel ugyan, de úgy döntött, addig nem lép pályára többet a válogatottban, amíg ilyen mértékű rasszizmussal és tiszteletlenséggel kell szembenéznie. A Német Szövetség időközben közleményt jelentetett meg az üggyel kapcsolatban, amelyben azt írják, elismerik, hogy nem védték meg eléggé a középpályást az ellenséges megnyilvánulásokkal szemben. Ugyanakkor nyomatékosan visszautasítják, hogy közük lenne a rasszizmushoz. Özil összesen 92 alkalommal húzta magára a német válogatott mezét, amelyben legnagyobb sikerét 2014-ben érte el, amikor is világbajnokságot nyert a Nacional F-fel. Bár a korábbi hírek még arról szóltak, hogy Neymar érinthetetlen a Paris Saint-Germain számára, vagyis a francia klub semmi pénzért sem válna meg tőle, de a legújabb beszámolók szerint változott a helyzet. Amióta a brazil klasszis a francia fővárosba igazolt, szinte más sem lehet hallani vele kapcsolatban, mint hogy a Real Madrid érdeklődik iránta, és hogy a spanyol klub már ezen a nyáron leigazolná a 26 esztendős szupersztárt. Ezek a pletykák ráadásul még inkább felerősödtek azóta, mióta először napvilágot látott a hír, hogy Cristiano Ronaldo elhagyhatja a királyakat. Azonban Nasser Al-Khelaifi párizsi klubelnök az elmúlt időszakban többször is kijelentette, hogy eszágában sincs a brazil csillagtól megválni, és ezen a nyáron garantáltan nem fog távozni. Ám a benfentesek szerint Kylian Mbappé világbajnoki tündöklése sok mindent megváltoztathat, így Neymar érinthetetlennek nevezett státuszát is. A 19 éves gal támadó ugyanis fantasztikusan játszott az egész torna alatt, és meghatározó szerepe volt a franciák világbajnoki címében, így nem csoda, hogy a világsajtó szuperlatívuszokban beszél az ifjú klasszisról.
Ellenben Neymar nem alkotott éppen pozitív képet magáról a VB-n a túljátszott fetrengéseivel, és a játék sem igazán ment neki. Mindezt látva, Nasser Al-Khelaifi klubelnök már inkább azon a véleményen van, hogy Mbappét kellene a Párizsi Egyesület terveinek középpontjába helyezni, és köré kellene a csapatjátékát építeni. És bár Neymar is fontos számára, de most már inkább hajlik afelé, hogyha valakit el kellene adnia a PSG-ből, az inkább a brazil játékos lenne. A jelentések szerint a PSG elöljárói Thomas Tuchel vezetőedzőre bízzák, hogy döntsön a támadó jövőjéről, de erre majd csak akkor kerülhet sor, ha Neymar visszatért a szabadságáról. A brazil csillagnak úgy tűnik, nincs szerencséje, hiszen egy évvel korábban azért távozott a Barcelonától, mert úgy érezte, csak így lépett ki Lionel Messi árnyékából. Most pedig Kylian Mbappé miatt gyakorlatilag ugyanezt történt meg vele a Paris Saint-Germainnél is. További szöveges és képes hírekért keresd a csatorna Instagram és Facebook oldalát is. Ha tetszett a videó, akkor nyomj rá egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. További friss foci hírekért pedig látogass el partner oldalunkra a csakfoci.hu-ra.